feltörekvő, fejlődő szakosztály programjára jöttünk el Mosonmagyaróváron itt a hétvégén, mégpedig az MTS Sport Egyesület röplabda szakosztályáira. Kíváncsiak voltunk, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a fesztivál. Ez egy első kezdeményezés, hogy itt a saját gyerekek, most az MTS röplabdások jönnek ide. Nyitottunk a város felé, és én már láttam egy-kettő idegen arcot is, de ez egy, kipróbáljuk, hogy hogyan lehetne ezt a röplabdát ilyen fesztivál jelleggel bemutatni, megszerettetni. Itt a kicsiknek akadálypályák lesznek, kis állomások lesznek, a nagyok játszanak 2-2-be, és akkor ezt két havonta megszervezni úgy, hogy közben egyre jobban hirdetni iskolákban, városon kívül is. Az MTA álmodta meg azt, hogy nyilván a terem adta lehetőségeket kihasználva, röplabda szakosztályt is indít. Gyakorlatilag hatalmas az érdeklődés, sokkal többen is lehetnénk, gyakorlatilag a teremidők szabnak határt jelenleg a létszámunknak. Jó kikapcsolódás, meg jó a közösség is. Elsősorban a sport. A gyerekeknek a rendszerre nevelése, az életükben a sport, az állandó sportolás behozása, ha nem röplabda, ha nem foci, teljesen mindegy, minél szélesebb spektrumban szeretnénk minden gyermeket, és ezáltal a családtagjaikat is a sport irányába terelni. Anyukám elküldött nyáron egy táborba, és ott megismertem, és itt megtetszett. Mi az, ami aztán itt fogott, megfogott, ami olyan jó benne? Hát szeretek röplabdázni, meg a barátok. Itt tartottak. Ez egy általános képzésnek kellene, hogy legyen minden labdajátékban, hogy 10-12 éves korig mindent kell tudni a labdával, úgymond ügyes gyerekeket kell nevelnünk, és hogy abból röplabdás lesz, kézis, vagy kosaras, vagy focista, ez utána majd eldől. Persze mondhatjuk azt, hogy magasnak kell lenni, hiszen látjuk, hogy a válogatottak milyen magasak. De ha valaki ezt komolyan akarja csinálni, NB2-es szintig bárki eljuthat. Már megjelent a Liberó poszt is, ahol az alacsonyabb játékosok játszhatnak. Ha ügyes és inkább a labdához ügyes, elővételezi a mozgást, vagy meg tudja oldani úgy azokat a mozgásokat, lát a pályán, az sokkal többet jelent, mint hogy magas, vagy vékony, vagy éppen 11 évesen milyen alkata van a gyereknek. Mi nyáron sokat jártunk ki a Bicóra röplabdázni a barátaimmal, és az egyik osztálytársunk megtalálta az MTA-t, és szólt nekünk is, és akkor jöttünk, edzettünk, fejlődtünk sokat. Célom az, hogy ilyen ifjék 18-ig tudjanak itt a városon belül sportolni, és később, amikor majd tovább tanul, vagy 19-20 évesen elhelyezkedni egy nagyobb csapatnál, egy nagyobb egyesülethez eligazolni. Most hát úgy tűnik, hogy sikeres lett ez a rendezvény. Lehetőség tehát adott. Akárhol megtalálhatják a szervezőket, az edzőket, akár az MTA oldalán, akár Facebookon. Mindenképpen érdemes ellátogatni az edzésekre, akár ilyen rendezvényekre. Jó kis csapat ez.